Bár a szlovákiai elnökválasztás kampánya hivatalosan csak február végén indul, a mozgósítás tulajdonképpen már az éveleje óta tart, hiszen a 15 jelölt közül sokan támogató aláírásokat gyűjtöttek az induláshoz. Már javában zajlanak a közvéleménykutatások is. Hallgassuk meg a legfrissebb adatokat Haják Szabó Máriától. A márciusi köztársasági elnökválasztás élénken foglalkoztatja a közvéleménykutató ügynökségeket Szlovákiában. Eddig három felmérés eredményeit tették közzé. A legfrissebb, az MVK népszerűségi listája azonban sokban különbözik a korábbiaktól. Az egyik ilyen szembetűnő különbség, hogy a magyar jelölt Bárdos Gyula 6,6%-os támogatottsággal feljött a hatodik helyre. Befut-e a második helyre Bárdos Gyula? Természetesen ez nem tőlem függ, a választóktól, a legilletékesebbektől függ, hogy kifut be a másik helyre. Természetesen nagyon szeretném, hogyha az eredmény azt mutatná, hogy nagy a támogatottsága az első ízben induló magyar államfőjelöltnek. Tehát nagyon nehéz összehasonlítani, mert nincs precedens. Tehát eddig mi nem fordult elő Szlovákia önálló történetében, hogy igaz, hogy nem is volt rá sok alkalom, hogy indult volna magyar jelölt. Én a magyar közösség jelöltjeként szeretném a többi közösséget, a többi nemzetiséget is képviselni, és természetesen a Dél-Szlovákiában, tehát Pozsontól egész az ukrán határig velünk együtt élő szlovákokat is, mert az elmúlt több mint két évtizedben ez a régió, tehát Dél-Szlovákia volt szenvedő alanya a változásoknak, így elsősorban mi magyarok, de velünk együtt élők is. Tehát legfőbb ideje lenne, ha Dél-Szlovákia fölzárkózhatna. Hány szavazatra számít? Ugye 46 ezer összegyűlt nagyon rövid idő alatt és az ünnepek alatt támogató aláírásként, nagy a szórás a többi 14 jelölt között, akár 150-170 ezer szavazattal is be lehetne jutni a második fordulóba. Az eredmény attól függ, hogy elsősorban a Dél-Szlovákiában élők, és fogalmazunk pontosan, azok, akikre leginkább számíthatok, tehát a felvidéki magyarok, mennyiben vesznek részt március 15-én, nemzeti ünnepünkön, az első olyan megmérettetésen, amikor indul magyar államfőjelölt. Ha valóban nagyobb lesz a részvétel Dél-Szlovákiában és a felvidéki magyarok között, mint általában az országban, akkor igen, komoly esély van arra, hogy meglepetést okozzunk, és a végső eredmény hirdetésnél lehet, hogy sokaknak furcsa módon egy nagyon komoly támogatottságot, illetve eredményt tudunk felmutatni. Én nem akarok számokról beszélni, de egy számot már mondtam, és azt most is állítom, hogy részemről és a magyar közösség pártja részéről is van egy elvárás, hogy minimum az 5%-os támogatottsági küszöböt lépjük át. Ez azért is fontos, mert egyrészt 5% a parlamentbe jutásnak a küszöbe. 2010 óta nem volt olyan megmérettetés, ahol az országos választások során sikerült volna az 5%-ot elérni. A magyar közösség, pártjának, a magyar koalíció pártjának. És azért gondolom, hogy most, mivel a párt jelöltség mellett megkaptam rövid idő alatt több mint 46 ezer támogató aláírást, és ebben vannak más nemzetiségűek is, vannak szlovákok is, ezért bizalommal tölt el az, hogy fölül tudnak emelkedni egyesek azon, hogy esetleg más párt soraihoz tartoznak, vagy pedig más pártot támogattak, vagy pedig más nemzetiségűek, de látják az esélyt abban, hogy a Dél-Szlovákiát képviselő jelölt az ő érdekükben is felszólalhat, és a témákat az asztalra teheti, akkor én nagyon remélem, hogy sikerül olyan támogatottságot szerezni, hogy ezzel jóval meghaladjuk az 5%-ot, és minden 5% fölötti eredmény nagyon jó eredmények bizonyulna, de hát a legutolsó közvéleménykutatás azt mutatja, hogy igenis jóval följebb is lehetne menni. Én szeretnék 6,6%-nál van már. Szeretnék lehető legtöbb szavazatot és szerezni. És nem kezdődött el a kampány? A kampány tulajdonképpen nem kezdődött el. Nekem egyetlen egy óriás plakátom nincs. Egyetlen szóróanyagom nincs. Tehát bejelentettük a petíciós évek aláírásakor, hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy nagyon büszke vagyok arra, hogy a magyar közösség pártja vállalta azt, hogy első alkalommal a petíciós éveket, a petíciós törvény értelmében, amely nem tiltja, hogy magyarul is lehessen gyűjteni az aláírásokat, két nyelvű petíciós éven gyűjtöttük az aláírásokat, tehát voltak kétkedők, hogy esetleg ez nem okoz-e galibát, de örülök annak, hogy amikor leadtuk a többi 46 ezer érvényes aláírást, a petíciós bizottság elfogadta, tehát van már precedens arra, és a két nyelvűség, illetve a magyar nyelv használata érdekében egy nagyon fontos dolgot sikerült elérni a választóknak, a polgároknak köszönhetően, mert ők legitimitást adtak annak, hogy igenis lehet, és a legközelebbi akkor minden petíció aláírás, lehet magyarul is. Igényelni kell, hogy magyarul igen, is legyen. Igen, és a törvény adta lehetőségeket, pontosan, használják ki. Milyen kampányt fog folytatni, miként mozgósít majd?
Egyrészt kiindulva abból, hogy én közéleti emberként, a Csemadok országos elnökeként, ha nem lenne elnökválasztás, akkor is most járnám Dél-Szlovákiát, járnám a felvidéki községeket és falvakat, mert vannak a Csemadok évzárok. A szövetségünk az idén jubiláló, mert március első hetében lesz 65 éves a Csemadok, tehát a jubiláló Csemadok elnöke indulhat, ez a szövetség szempontjából is nagyon jó lehetőség arra, hogy a szövetség is láttassa önmagát, a saját tevékenységét is így a fókuszba helyezheti, de természetesen nem lehet csak a Csemadok tagságra fókuszálni, nyitni kell. Tehát a nyitás egy alapvető követelmény. Én úgy szeretném megszólítani a választókat, hogy párthovatartozástól függetlenül, nemzetiségtől függetlenül, ha úgy érzik, hogy a jelölt, az ő jelöltjük is lehet, akkor próbálj megszerezni a támogatásukat, és ha a támogatásukat megszerzem, akkor én ezt a későbbiek során is szeretném hasznosítani. Tehát ez nem egy öncélú jelölés, nem én rólam szól ez a jelölés, ez a magyar közösségről szól, a felvidéki magyarságról szól, és velünk együtt élőkről szól ez a mostani jelölés, és természetesen, ahogy szerkesztő úr említette, meg kívánom szólítani a szlovákokat is. Tehát hogyan lehet őket leginkább megszólítani? Elsősorban olyan témákkal, amely témák nemzetiségtől függetlenül mindenkit sújtanak, tehát ez az infrastruktúrának az elmaradása, tehát nincs úthálózat kiépítve, így ebből következtetve teljesen egyértelmű, hogy kevesebb a munkalehetőség. És ha kevesebb a munkalehetőség, nagyobb a munkanélküliség. Ha megnézzük az egészségügyi ellátás területén a különböző kimutatásokat, sajnos Dél-Szlovákiában az elhalálozásnak az aránya, a különböző betegségek mutatói azt mutatják, hogy elhanyagolta az elmúlt több mint két évtizedben az ország Dél-Szlovákiát, és pont ezt szeretném, ez a vezérmotívuma az én jelöltségemnek, hogy ezáltal szeretném megszólítani azokat, akik Dél-Szlovákiában élnek. De ajtóról ajtóra fogja ezt tenni, vagy kis rendezvényekkel? Lesznek-e nagy kampányrendezvények? Lesznek-e végül óriás plakátok? Mióta bejelentettem indulási szándékomat, és nyilvánvalóvá vált, hogy indulhatok már, tehát hivatalos jelölté is váltam, naponta 4-5 meghívásom van, és úgy kell a meghívásokat elrendezni, a stábom tagjai nagyon jól csinálják ezt a munkát, hogy eljussak minden szegletébe Dél-Szlovákiának, tehát Ungvidéktől kezdve egészen Pozsonyig, mindenhova el tudjak menni, de természetesen a televízió, a rádió, a médiumok segítségével, az óriás plakátok segítségével. Eljött az üzenetem, jól fog onnan is pár ezer szavazat, vagy pár tízezer szavazat. Hát én nagyon remélem, mert Berény József, az MKP elnöke a megyei választások során nagyon jó szerepelt, és a jó szereplésének az egyik oka az is, hogy a magyarok mellett a szlovákok részről is támogatásban részesült. Tehát szeretnénk folytatni azt, amit elkezdtünk a megyei választások során, és reméljük, hogy az elnökválasztás is hozzájárul ahhoz, hogy egyrészt a magyar közösség pártja, másrészt a magyar közösség tagjai, és a velünk együtt élők is tulajdonképpen ebből a jelölésből a későbbiek során profitálhatni tudnak úgy, hogy fölhívjuk a figyelmet azokra a kérdésekre, amelyek mindenki számára fontosak. Gondolkodtak-e abban, hogy meghívjanak nagyobb kampányrendezvényekre erdélyi vendéget, hiszen ugye Romániában az RMDS rendszeresen indított köztársasági elnök jelöltet, illetve Tőkés László egymaga függetlenként indult 2007-ben európai parlamenti mandátumért és bejutott az Európai Parlamentbe, de ugyanígy délvidéken a Vajdasági Magyar Szövetség a szerbiai köztársasági elnöki választáson indított jelöltet Pásztor István személyében. Igen, valóban egyrészt erdélyi és vajdasági barátaink eddigi tapasztalata is azt mutatták, hogy igenis merni kell indulni és merni kell vállalni az ilyen jelöléseket, még akkor is, hogyha esetleg valakinek ez furcsának tűnik. Vehetjük ezt akár olybá is, hogy felnőtté kezd válni a felvidéki magyar politizálás és a felvidéki magyar közélet. Mert első alkalommal már a legmagasabb szinten is megpróbálkozunk, és azáltal, hogy van jelöltünk, akkor természetesen ezzel is demonstráljuk azt, hogy mi nem kívánunk másodrangú állampolgárok lenni. Természetesen ez Kárpát-medencei összefogást is jelentene. Valószínűleg két nagyobb rendezvényünk lesz, ahova tervem szerint igenis meghívást kapnak a Kárpát-medencei magyar szervezetek képviselői, a barátaink is, és ez a két nagy kampányrendezvény valószínűleg egy kampánynyitó és kampányzáró rendezvény lesz. Hol lesz ez a két város, ez a két rendezvény? Egyelőre döntés nincs, valószínűleg két olyan járási központ lesz, olyan központ, ahol viszonylag sok magyar él, és illetve lehetőség van megközelíteni könnyen, tehát el tudjanak jönni azok is, akik kicsit távolabb vannak, és részt szeretnének venni ezen kampányrendezvényen. A felvidéki Bárdos Gyulát, a Magyar Közösség pártjának szlovákiai államfőjelöltjét hallottuk.